tavaly vezették be az eu PISZ elnevezésű szolgáltatást, ami lehetővé teszi az elektronikus úton való iratkozást. Bránko Rúzsics, oktatási miniszter szerint ez jelentős mértékben megkönnyíti és egyszerűsíti az elsősök beiratását. A szülők időt és pénzt takarítanak meg, már nem kell ugyanis sorban állniuk a különböző hivatalokban, hogy beszerezzék az anyakönyvi kivonatot, a lakóhelyről szóló igazolást és más dokumentumokat, mert ezt az iskola gyűjti be hivatalból elektronikusan. Idén más újdonság is van. Idén további fejlődés van. Már az orvosi igazolást és az óvodai program teljesítéséről kapott bizonylatot is elektronikus úton szerzik be. Ez nagy mértékben megkönnyíti a szülők helyzetét, akik beiratják a gyereküket és a gyerekek helyzetét is néhány klik, és már le is foglalták a szülők az időpontot, amikor beirathatják az elsős korú gyereküket, és egyben felmérik, késze az iskola kezdésre. Ezt hangsúlyozta ki Mihailo Jovánovics, az IT és elektronikus közigazgatási iroda igazgatója. Csak egyszer kell felkeresni az iskolát a lefoglalt időpontban. Amikor megjelennek az iskolában, nem kell semmilyen dokumentumot magukkal vinniük, csak a személyi igazolványra van szükség. Az iskola alkalmazottai hivatalból elektronikusan lekérik az adatokat az anyakönyvből, a lakhelyről, az elvégzett iskoláskor előtti programról, valamint az orvosi vizsgálatról. Ez a szolgáltatás a szülők számára nem csak szerb nyelven, hanem a nemzeti kisebbségek nyelvén is elérhető. Az online időpontfoglalás már ezen a héten is megejthető. Időpontot kapni pedig április 1 május végéig lehetséges. 1. Do... Ahhoz, hogy az elsős korú gyereket beírathassa a szülő az eu uprava oldalon, regisztrálnia kell és nyitnia egy saját jelentkezési oldalt. Ezután a szolgáltatások közül az oktatást kell választani, majd pedig a foglaljon időpontot lehetőségre kattintva a felkínált időpontok közül választani. Emellett még a kötelező mezőkbe be kell írni a szülők és a gyerek személyes adatait. Végezetül még egy információ, hogy kik számítanak iskolakötelesnek a következő tanévben. Azok a gyerekek ülhetnek be az iskolapadba a 2021-2022-es tanévben, akik 2021. szeptember 1 elérik a legalább 6,5 éves kort, vagy legfeljebb 7,5 évesek. Ebben a tanévben azok a gyermekek is beiratkozhatnak, akik az iskola kezdésig betöltik a hatodik életévüket, amennyiben iskola érettségüket az iskola pszichológusa kivizsgálta és igazolta.